Sziasztok, ez itt újra a filmtár adás, és ezúttal egy nagyon új filmet mutatok be nektek, egy olyat, amit egyébként külföldön szinte még csak streamen lehet megnézni, és itthon is ez a módja maximum. Mozi az sajnos még egy olyan hivatalosan sincs bejelentve, ami eléggé szánalmas véleményem szerint, hiszen az egy pár mozit bemutattak már itt a vírus időszak alatt is, és ez egy olyan film, hogy nem mentek volna alapból sajnos sokan, szóval ezért furcsa, hogy nem nagyon foglalkoznak azzal, hogy behozzák, pedig itt nem lenne annyira gond, hiszen nem többe lenne valószínűleg egy terem amúgy se. És a vírus okán pedig még kevesebben lennének. Ez pedig nem más, ugye, mint a Billésted 3, vagy Billésted Face the Music, zenével szembenéz. De ha jól tudom, ez valami kifejezés egyébként Amerikában, hogy szembe kell nézni a nehézségekkel, vagy valami ilyesmi. Nem tudom, hogy fogják fordítani majd, de magyarul miért nem fordították még le. A filmet Dean Parizot rendezte, aki általában rendezett már is sok ilyen vígjátékot, meg romantikus játékot. Viszont a Zero producerek jó rész ugyanazok, akik az első két részt, a Billésted zseniális kalandja és haláli túrája című részeket is írták, hogy ott van az alapkarakterek is tőlük származnak. Ugye a főszereplők természetesen visszatértek, Keanu Reeves, Alex Winter, és hát ugye visszatér a halál is, William Sadler a második részből, ezen kívül visszatért az Alex Winter, nem bocsánat, a Keanu Reeves apját játszó színész Hal Landon Jr., Logan, Chief Logan Kid, hát elég sok visszatérő volt, illetve hát nem akarom, de a spoiler, de van egy cameo olyan karakterről, akit már nem láthatunk itt, mert sose színész meghalt azóta, de az első részben, sőt, aztán talán meg a másodikban is benne volt egy picit. Tehát ő az első rész nagyon fontos karakter volt, úgyhogy ő az, aki még így meglepetésre egy rövid jelenet erejéig visszatér. És hát itt vannak az új színészek, Bridget Lund Fane, aki Willit, Keanu Reeves Tedjének a lányát játssza, Samara Weaving, aki Tiát, Alex Winter lányát játssza, jól emlékszem, igen. És az érdekes, hogy nagyon jól tudtak úgy választani színésznöket erre szerepre, hogy nagyon hasonlítanak, tényleg el tudod képzelni, hogy igen, ez Keanu Reeves lánya, igen, ez Alex Winter lánya, tehát egyszerűen egy vizuális szempontból, de a játék szempontjából is Samara Weaving és Bridget Lundy Payne is gyakorlatilag egy az egybe hozta, gyakorlatilag Ted és Bill gyerekét, tehát ilyennek el lehet képzelni őket, az ő nevelési szokásaiknak megfelelően valószínűsíthetőleg. És hát nagyon hasonlítanak egyetemen rájuk, a zenében is, tehát nagyon sok mindenben. Meg abban is a szegények nem szállások néha, és mennek a fejük után, vagy még azután sem. Aztán itt van Anthony Carrigan, aki a Gotham sorozatban sokak számára Zaszként nagyon népszerű volt, és ő itt Dennis Caleb McCoy-t játssza, aki egy érdekes show volt, és egy ilyen meglepetés volt, nem mutatták a trailerek alatt, aki igazából eleinte nem idegesítő volt, érdekes, hogy a végére úgy megszoktam, és igazából humoros lett az ő karakter, de mondjuk hozzá kell tenni, kicsit túltolt volt. Ez egy új ilyen karakter, aki először meg akarja gyilkolni hőseinket, majd valahogy végül is közéjük kerül. De egy nagyon idegesítő ilyen humorfaktor karakter eleinte, aztán úgy, ahogy besimul, de kicsit erőtett volt véleményem szerint. Aztán ugye itt van William Sadler halálja, akit ebben a részben is nagyon szerettem, talán ő volt az igazán, persze a két főszereplő Teden és Billen kirúl ki, ebben a részben is nagyon megfogott, mert ő hozta tényleg azt, amit a másik rész óta szeretünk tőle. Egy nagy baj, hogy kb. 20 percet a szerepel a filmben, 30, tehát az amúgy se hosszú 80-90 perc közti játékidő alatt. Igazából önállóan sajnos csak azt éreztem, hogy ilyen újrahasznosított elem volt, mert tök jó volt látni, csak olyan újat nem nagyon kaptunk tőle, és olyan nagy szerepe, mondom, utoljára, talán tényleg az utolsó 15-20 perce volt a filmben, úgyhogy ezt kicsit sajnáltam, mert lehetett volna sokkal több szerepe, hogyha már így visszahozták majdnem 70 évesen a színészt. És alapvetően az egész filmben az a nagy baj, hogy kevés újdonságot tud mutatni, de van benne új, ami dicsérendő, a mai legtöbb ilyen 20 évvel később, 30 évvel később eljövő film, és tényleg csak nosztalgiáznak, meg hülyéskednek a koron, meg mit tudom én, hogy milyen idősek a főszereplőink, meg egyebek, ugye Indiana Jones 4-nél is volt ilyen, meg túltolnak olyan erőtett poénokat, és egy-kétszer itt is volt ilyen,
és néha azt éreztem, hogy bizonyos karakterek egyszerűen azért nem kaptak nagy teret, mert szinte cameo szintig voltak jelent, például az említett halál is. De egyébként Ted apja sem szerepelt olyan sokat, mint ahogy gondoltam volna Taylor apján. És emiatt, annak ellenére, hogy összességében ez egy ilyen keverék film, hiszen vannak benne újdonságok, és vannak benne mondani valók is. Tehát például a párkapcsolat, a baráti kör fontossága, a zene szeretete is, hogy álljunk szembe kihívásokkal, például egy új zene alkotása esetén is, merjünk kockáztatni, merjünk beleindulni, belemenni, belekezdeni a dolgoknak, és ne csak ugye próbáljuk, ahogy ezt annó Joda is megmondta. Ezek jó mondani valók, és az is jó, hogy tényleg elég sok új territóriumra kitérnek a fivel, elmennek a jövőbe. Tehát nem teljesen ugyanaz, viszont mindig ott van benne az is, például egy pillanatra láthatjuk a pokolt, de azt is magát a helyszínt is csak kameózni. Tehát semmit a haláli túra második részhez képest, ugye, semmit nem látunk igazából a pokolból szinte. Ott is van egy kis cameo egyébként az egyik, azt hiszem író talán. Egy ilyen kis ördögöcske szerepében tűnik fel, ha jól emlékszem. És körülbelül ennyi. Tehát, ugye a trailer alapján is azt hittem, hogy valami nagy dolog lesz, hogy akár látunk ilyen nagy ördögöket, meg mit tudom én miket. Vagy lesz megint valami ilyen kis játék, vagy labirintus, vagy valami, ami a haláli túrájával is volt, ugye. De itt semmi nem volt. Tehát az a gond, hogy nagyon sok olyan régi helyet, amire mondhatnánk, hogy áh, ez is csak nosztalgia, oda is rakhatnának valami újdonságot, vagy lenne megint valami ilyen emlékezetes jelenet sor, mint az előző részekben. Nem, hanem csak annyit berakják, megmutatják nektek a pokolt, és körülbelül ennyi. Egy ilyen, egyébként érdekes, hogy a Doom jutott eszembe, a Doom 2016 Doom Eternal, így a design szempontjából, ez az érdekes, csak persze nem volt olyan durva, de a színek, a hangulat, stb. Azt hozta. És a jövőben is körülbelül 5-10 percet jelen vannak, aztán eltűnnek. És ide-oda utazgatnak főhőseink, igazából előrefele a saját életük bizonyos szakaszával, és sokszor önismétlő lesz. Vannak benne újdonságok itt is, egyéb iránt. Aztán megint a másik oldal, mert van egy másik szál a lányaikkal, akik szintén utaznak, csak ők visszafele az időbe. És ott meg előjön az, ami a zseniális kalandban benne volt, ugye, hogy régi történelmi karaktereket hoznak össze. És az viszont tetszett, mert egyrészt hát nem ugyanazokat kaptuk meg, akiket az első részben, másrészt kicsit más stílusban oldották ezt meg, hiszen ők mégis a lányaik. Hát itt is megint az volt, hogy próbálták keverni, és itt is sikerült egyébként a régit az újjal. Egy már látott elemet az újjal. És szerintem ez jobban tetszett sokszor egyébként, mint a Bill és Ted jövőbeli utazásai, ami egy idő után önismétlővé váltak, mert mindig ugye önmagukat látogatták meg, és többször általában ugyanabba a helyzetbe kerültek, önmagukat megszivatták egyebek, tehát ha nézzük, akkor meglátjátok, hogyan és miért értem ezt. De egy idő után ez önismétlővé vált, bár ez egy újdonság volt, mondjuk valamennyire az előző ilyen részekhez képest, csak ez meg annyira nem jött be. Tehát igazából valamilyen szinten a film túl sokat is akart, és keveset, hiszen mindent beleömlesztettek előre, hátrafele időutazás, több karakter utazik ugye ide-oda, akkor hozzuk be a régi karaktereket, de valami újat is mutassunk, meg új karaktereket is hozunk be, de ugyanúgy tartjuk ezt a 80-90 perc játékidőt, ami eddig is egyébként jellemző volt a sorozatra, és valahogy az egész egy ilyen katyvasszá vált. De tényleg látni kell a pozitívumait, hogy a hangulat sokszor ott volt megint a zene, rock'n'roll. A végén kaptunk egy ilyen nagy jamborit, vagy nem is tudom, minek mondjam. Tehát igazából, hogy van, meg lehet nézni, de én azt mondom, hogy eredeti volt sokkal az első két rész. Még ma is emlékszek rá, meg nemrég meg is néztem egy olyan pár hónapja őket. Felkészülve a harmadik részre, és nem tudom, nekem azok valahogy sokkal jobban tetszettek. Akkor is, és ma is egyébként, tehát most ezt tudtam hasonlítani, valamennyire koptak, ezt hozzá kell tenni, de ez elmúlt 30 évben, de még mindig sokkal eredetibbek és jobbak és humorosabbak, mert itt a humor nem mindig működött, kevésszer nevettem hozzá kell tenni, kicsit erőltettek voltak a poénok, és Bill és Ted karaktere maga nem nagyon változott, legalábbis a feléig legalább a filmnek, utána már azért elkezdődött bennük valami változás, mert a mondani valót azt nagyon hozták a filmbe, és ő rajtuk keresztül is be akarták mutatni. De igazából majdnem ilyen gyerekeket kaptunk sokáig, tehát továbbra is, ami azért kicsit gáz már szerintem. Kellett volna egy kis változás. Mert a humorfaktor az egyrészt nem volt erőteljes az előző részek, a másrészt egyébként
keverték sokszor tényleg majdnem a drámával ebben az epizódban. Tehát akkor már rá lehetett volna menni egy kicsit felnőttesebb illéstedre is. Az elején megpedzegetni a múltat, mondjuk, hogy jó, milyenek voltunk, de most már nem ilyenek vagyunk teljesen, aztán néha azért lehetne árnyalatba előhozni, de nem kéne erőltetni azt, ami már ilyen 50 néhány éves fejjel nagyon furcsa volt, kicsit debil volt, fogalmazhatnék akár így is. Legalábbis így ezt, ahogy megoldották, hogy mint hogyha egy az egyben ugyanazt látnánk, mint a régi részekben a film elején, az olyan kicsit fura volt ezekkel az 50 néhány 4-5 éves karakterekkel. No, hát nem tudom, hogy lesz a negyedik rész. Én annyiból szeretném, hogy legyen, hogy mondjuk ott ki tudnák javítani a különböző hibákat, amiket itt mondjuk elkövettek. Például egy dologra fókuszálnak, de arra jól és nagyon. Az is jó lett volna, hogyha az eredeti rendezők térnek vissza, mert csak ilyen 60 körül vannak, 50-60 körül, ha jól tudom, 60-as éveiben vannak, simán rendezhették volna. Lehet, hogy az is többet tett adott volna a filmhez, véleményem szerint. Hát ennyit akartam mondani igazából erről a filmről, egy olyan 55-60%-ot tudok neki adni, sajnos egy kicsit csalódás volt nekem. Az az igazság. Érdekes, hogy ennek ilyen Rottenen, meg mindenhol imádták eleinte, amikor megjelent a film Amerikában. Mert hogy hozott egy kis nosztalgiát, de hogy nagyon új is volt. Ez végülis igaz is, csak mindig szoktam mondani, hogy nem elég csak meglepni valami hirtelen jött valami hülyeséggel az adott nézőt, vagy akár újdonsággal, hanem annak jónak kell, értelmesnek, részletesnek kell lennie, már hogy részletesen leírhatónak, hogy miért ezt választották, és hogy a nézőnek azonnal látnia kell azt, hogy ez jó volt, és hogy ez volt egy felvezető út hozzám, és nem csak gyorsan megléptük az adott újdonságot, vagy meglepetést, vagy csavart, azért, hogy legyen, hanem hogy az szépen utána gondolva logikusan felépített volt. És itt ezt nem érzem, itt azt érzem, hogy ők egyszerre akartak mindent hirtelen, és ott egy katyvasz lett. És nem tudom, hogy ezt az amerikaiak nem látták el, mert tényleg egy katyvasz. Tehát érdekes mód, amilyen extravagáns és egyedi volt az első két, viszont ezt nem lehetett érezni, mert volt egy íve, egy központi eleme, egy történeti íve, eleje és vége, viszont érdekes karakterek és helyzetek voltak benne, amik néha tényleg eléggé morbidak voltak. De viszont az egésznek volt egy egységes képe. Itt van egy eleje és vége, ami is összekötető ennél a harmadik résznél, csak ami közt történik, az igazából csak egy összedobott valami turmix. De sok köze, vagy feltétele, előfeltétele a végéhez és az elejéhez nem nagyon van, ezt sokkal könnyebben össze lehetett volna hozni, gyakorlatilag, ha megnézitek végig a filmet, amiatt a végén van a filmnek, mint ahogy ezt végül megoldották. Ekkor szinte öccsentítés, körülbelül mondhatnám. És pár időutazás. Nem látottam azokat az akadályokat, vagy azt a kalandot, ami odáig elvezetett volna. Az a kaland, ami az első rész szívében is benne volt, és érződött, és jelen volt, és kellett ahhoz, hogy eljussunk a végére. Az itt nem látszik. Igazából csak egy katyvasz. Egy összerakott nosztalgia és új mondani való bomba, ami néhol bejön, néhol nem jön be a filmnek, és a humor sem olyan erőteljes. Inkább erőltetett. Búcsúzom tőletek. Sziasztok!